Magyarországon a koraszülések száma szinte a legmagasabb Európában. Minden kilencedik gyermek koraszülöttként látja meg a napvilágot. Hangzott el tegnap Szegeden a koraszülött világnap alkalmából átadott tanácsadó és továbbképzőközpont megnyitóján. A Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány tegnap átadott centrumának kettős funkciója van. Egyrészt rendszeres továbbképzéseket tartanak itt az újszülöttek mentésében résztvevőknek, másrészt a központban a szakemberek a kismamák számára is adnak tanácsokat. Az ünnepségen részt vett Kószó Péter, Vásárhely alpolgármestere, az alapítvány egyik létrehozója. Ma van a koraszülöttek világnapja. Pintér Sándor professzor úrral, aki 92-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetem gyerekklinikájának igazgatója volt, találtuk ki bár Néhai Bálint Péter kollégánkkal azt, hogy létrehozzuk az újszülött életmentő szolgálat alapítványt, és a koraszülött világnap és világhete alkalmából most pedig megnyílik a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálatnak az irodája. Miután az európai országokhoz viszonyítva hazánkban szinte a legmagasabb a koraszülések száma, hiszen minden kilencedik gyermek koraszülött, a tanácsadó és továbbképző központ megálmodói azt tűzték ki célul, hogy csökkenjen ez a magas szám. Szeretnénk a saját munkatársainkat, orvosokat, nővéreket, mentőápolókat, gépkocsi vezetőket állandóan továbbképezni, hogy a legmagasabb szinten tudjuk ellátni a koraszülött mentést. A másik pedig, miután Magyarországon, egész Európában szinte legmagasabb a koraszülés szám, valamit tenni annak érdekében, hogy ezt lehessen csökkenteni. És egy néhány olyan témát elővenni, amelyekkel úgy véljük, hogy ezen tudnánk segíteni. A központot adományok és önkéntes munka segítségével tudta létrehozni a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány. Az új centrumban a tervek szerint minden hétköznap délután továbbképzéseket tartanak, a tanácsadásra pedig 13 évestől 20 éves korig várják a fiatalokat.